Ez még mindig a belépő, egy pici időnk maradt. Lerner Balázs filmrendezőt köszöntöm itt a stúdióban. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét, üdv a rádióhallgatóknak! Itt hírek szoktak egyébként lenni. Ez is egy hír, ma este az M1-en látható 23 óra 40 perckor a Budapest Underground című film, és ennek kapcsán köszöntelek itt a stúdióban. Hát mi is ez pontosan, ez a film? Dokumentum vagy játék ez? Ez egy ismeretterjesztő film, 2x26 percben, ma lesz az első rész, holnap a második a Magyar Televízióban. Budapest föld alatti látványosságait mutatja be. Föld alatti látványosságok, ez igen, így? Igen. Tehát az első rész a mesterséges, a második rész a természetes üregekkel és mindenféle labirintusokkal. Azt tudjuk, hogy katakomba rendszer van mondjuk a vár alatt, meg több helyen is. De pontosan még, a várbarlang, illetve a vár alatt van még a sziklakórház, vagy a P50-es objektum, az a Horthy bunker, de hát nagyon sok más föld alatti látnivaló van. Például ott van Kőbányán a kőbányai pincerendszer, amely 30 kilométernél is hosszabb járatrendszer, és nem is beszéltünk a barlangokról, amit természetes barlangokról. Természetesen. És ezek mennyire voltak ismertek ezek a helyek? Vagy most felfedeztetek valamit? Vagy mi történt? Nem mi fedeztük fel, nagyon régóta ismertek, de egyébként a közelmúltban is történtek olyan felfedezések, amikről kevesebb szó esett. Például az ezredforduló után kötötték össze a pálvölgyi barlangrendszer különböző járatait, amely már Magyarország leghosszabb barlangja, vagy hát az ezredforduló óta van nagy kutatás a Molnár János barlangban, ahol a kutatóbuvárok már 100 méter mélységig is jutottak. Na most hogy kerül ebbe a történetbe Varga Lévius, a Queen Bee együttes alapítója? Hát mi kerestünk egy olyan hostot vagy műsorvezetőt a filmbe, aki egy kicsit meg tudja törni a sima narrátoros természetfilmek, vagy ismeretterjesztő filmeknek a de nem is unalmát, de hát de azt meg tudta törni David Attenborough is, azt hiszem. Pontosan igen, de én egy tudományos ismeretterjesztő csatornánál dolgozom, nagyon sok ilyen filmet szerkeztek, és látom a nézettségi statisztikákat, és leginkább a reality meg a gasztró azok, amik mennek. Hát most egy kicsi fricska a műfajnak, mert itt egy ember ül a sötétben, ez a reality, és porleves teszik, ez a gasztró része. Lévius leköltözött a barlangba, és előtte még a kőbányai pincérrendszerben, ott lakott ipari kamerák vették az életét, és gyakorlatilag ő az összekötő szál a különböző helyszínek között. És miért kellett leköltözni? Tehát valamiféle élet folyik oda lent, amit nem ismerünk? Tehát van ennek például olyan aspektusa is? Van ilyen aspektusa is, de mi ezeket a helyszíneket úgy közelítettük meg, hogy voltak éppen időkapszulák, amelyekben vagy a földtörténeti idő, vagy a történelmi idő egy adott szakasza megőrződött, mai napig hozzáférhető. És a Lévius, aki leköltözött, mint egy időutazóként ezekben az időkapszulákban éldegélve próbálta átérezni az adott történelmi vagy földtörténeti korszakot, úgyhogy ők közben teljesen elvesztette a kapcsolatot a valós idővel, mert órát nem vitt magával, csak a sötétben volt gyakorlatilag egy hétig a föld alatt, és így az idővonalon belül itt is van egy ilyen fricska. Hogy... De ez egy technikai trúvá is, nem? Hát valamelyest igen, tehát sikerült végül is közvetítést adnunk az interneten a pálvölgyi barlangból az ipari kamerák révén, hát jó sokat dolgoztunk azon, hogy minden összejöjjön. Most pedig látható tehát az M1-en kétszer is, 23 óra 40-kor, ma és holnap. Tehát Budapest Underground. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a stúdióban.